A köszöntőt mondók között a budapesti finn nagykövet után felbukkant Navracsics Tibor területfejlesztési miniszter is, aki java idejét mostanában az uniós források hazahozatalával tölti, így kevesebbet jelenhet meg választói körében, akkor is csak válogatott társaságban. Most elsősorban a számon tartott finn-magyar rokonságot hangsúlyozta, és közöttük is azokat a dolgokat, amelyek összekötik a két népet. Valamikor Magyarország nyújtott segítőkezet a finneknek, de ma már inkább mi tanulhatunk tőlük. 100 év alatt Finnország elképesztő utat járt be, és már a kultúra, az oktatás és a tudomány fellegvárává vált, emelte ki Navracsics Tibor. Rendkívül érdekes volt Juha Rostedt, Lahti város közgyűlése elnökének előadása. A város tavaly elnyerte az Európa zöld fővárosa címet, ami annak a számos erőfeszítésnek és céltudatos tervező munkának az eredménye volt, ami jellemezte a település törekvéseit az utóbbi években. Hogy csak egyet említsünk. A finn nemzeti program 2030-ra tervezi elérni a karbonsemlegességi szintet, az európai cél pedig 2050. Ha hinni lehet az előadónak, már pedig miért ne lehetne, ugyanez Lahtiban elsősorban a 3 éve alapított és viharos gyorsasággal növekvő egyetemek kutatóinak közreműködésével már 2025-re, tehát 3 éven belül megvalósulhat. Az előadás után kérdésünkre az előadó elmondta, hogy az energiaválság sem veszélyezteti céljaik elérését, mert bár az elektromos áram ára Finnországban is meghatszorozódott, szerencséjükre Lahti elsősorban megújuló energiaforrásokból állítja elő az energia legnagyobb részét, így az orosz gáz vagy a kőolaj áremelkedése sem hátráltatja a céljai elérésében. Mint ismeretes, Ajka hosszú évek óta ápol testvérvárosi kapcsolatokat a lapföldi régió fővárosával, Rovaniemivel. Végre elérkezett az alkalom egy személyes találkozóra a finn-magyar konferencia alkalmából. Rovaniemi vendégeit Schwarz Béla polgármester és munkatársai a városházán fogadták egy személyes konzultációra, majd a vendégeknek lehetőséget biztosítottak arra, hogy a város és a környék nevezetességeivel ismerkedjenek. A találkozón megtudhattuk, hogy Finnországban már az általános iskolában elkezdik oktatni az angol nyelvet, aminek Ajkán is nagy jelentőséget tulajdonítanak, hiszen már az óvodában is van lehetőség az angollal való ismerkedésre. A Covid-járvány mindkét város gazdaságát megviselte, de a finn vendégek örömmel számoltak be arról, hogy városukban az élet kezd visszazökkenni a rendes kerékvágásba, és ez a fő gazdasági húzóerőt képviselő turizmusra is igaz. Egyre több vendég érkezik hozzájuk Magyarországról is, és egyre több repülőjárat köti majd össze Rovaniemit Európa más városaival. A küldöttséget vezető alpolgármestertől az Ajkai Média nevében azt kérdeztük, mennyire függenek a helyi önkormányzatok a központi kormánytól, különös tekintette az energiaválságra. Rászorulnak-e kormányzati segítségre intézményeik fenntartásához? A válaszában kifejtette, hogy szerencsére a legtöbb intézményt távhővel látják el, aminek nem emelkedik ott sem az ára. Az elektromos energia árában egyébként náluk is 6-10-szeres emelkedés várható. Finnországban a legtöbb háztartásban fával vagy elektromos árammal fűtenek. Eddig az egy háztartásra jutó fűtési költség havi 200 euró volt, ami most körülbelül 1000 euróra emelkedhet. És körülbelül 10 továbbiakban az iránt érdeklődtünk, hogy emelniük kell az önkormányzat által működtetett szolgáltatások árát. Az alpolgármester válaszában kifejtette, hogy meglehetősen nagy épületeket üzemeltetnek, többek között egy nagy jégcsarnokot is, egyelőre azonban ezeket az áremelkedések nem érintik, azonban ha az energiaválság tovább tart, nekik is emelniük kell majd az áraikat. Megkérdeztük, hogy esetleges szoros helyzetükben számíthatnak-e a helyi vállalkozások támogatására, úgy, ahogyan Ajkán is összefog a város a bajban a helyi vállalkozóival. Mint megtudtuk, arrafelé ez nem szokás, de az alpolgármester némi mosoly kísérletében ezt nagyon jó ötletnek tartotta. Mindenképpen megvizsgálják majd ennek lehetőségét. Utolsó kérdésünk az volt, hogyan tudnak takarékoskodni helyben az energiával. Van-e már programjuk a megtakarításra? Yeah, we are planning on the public buildings, the lighting. We are reducing that. Igen, van ilyen terv, mondta az alpolgármester.
Például csökkentik a közösségi épületek kivilágítását, és már a COVID-járvány alatt elkezdték csökkenteni az igénybe vett munkaterületek, irodák számát. Ez a fűtésben is megtakarítást eredményezhet. De Finnország szerte és a Lapföldön maguktól is érzik az emberek, hogy takarékosságra van szükség, így nem is kell erőteljesen beavatkozni a folyamatokba. Schwarz Béla polgármester beszámolt egy sajátos számításról, nevezetesen arról, hogy 10 évvel ezelőtt munkatársaival kiszámolták, mennyi az egyfőre jutó költségvetési összeg Ajka testvérvárosaiban. Az előfeltevésük az volt, hogy Unnában, vagyis Németországban esik majd a legnagyobb összeg egyfőre, de ebből a szempontból Rovaniemi bizonyult a leggazdagabbnak. A 65 ezer lakosú városban jelenleg 450 millió eurós költségvetéssel dolgoznak, de az egészségügyi intézmények finanszírozásának, illetve az egészségügy várató átalakítása után mindössze 200 millióra csökken majd az éves városi büdzsé. A megbeszélésen Rédlik Nikolett, az Ajkai Magyar-Finn Baráti Társaság elnöke is beszámolt a szervezete működéséről, amit a pandémia szintén nagyon hátrányosan érintett.